Parás felkészülési meccsen ért el jó eredményt az FC Nagykanizsa. Barna László legénysége a horvát második vonal előző idényében bravúrosan bent maradt csáktornyai csapathoz látogatott a hétvégén. A kifejezetten kemény, jó színvonalú találkozón több helyzet adódott mindkét gárda előtt. A második játék részben már kissé alábbhagyott a lendület, ugyanakkor először lépett pályára a kanizsai labdarúgó csapat színeiben a klub új igazolása Simonfalvi Gábor, illetve a Kaposvárról próbázó Herzenyák áron is. A mérkőzés hajrájában könnyedén megszerezhette volna a győztes találatot is a délzalai alakulat, de Major Máté büntetőt hibázott. A végeredmény 0-0 lett. Szerdán a nagykanizsaiak újabb előkészületi mérkőzést játszanak, akkor a szintén harmadik vonalbeli Szent Lőrinc látogat kanizsára. Érdekesség, hogy a baranyaiakat a korábbi kanizsai sikeredző Gombos Zsolt irányítja.